A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a kunmadarasi asszonyt, aki rátámadt két bolti alkalmazottra. Nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. Egy 49 éves nő 6 óra 30 perc körül megjelent egy kunmadarasi üzletben, majd előzetes szóváltás nélkül elővett a táskájából egy konyhakést és elindult az eladó irányába. Keresett a táskájában valamit, és én azt hittem, hogy szódás üveget szeretne, vagy valamit kivenni. És akkor vártam, hogy mondom, szódát szeretnél cserélni, vagy mit szeretnél, és nem szólt semmit, csak már a következő pillanatban kapott az egyik kezemre, és emelte a kés, hogy na gyere csak ide. És tanulni volt, én szétcsaptam a kezét, és futás. És a pulton belül végig üldözött bennünket, össze-vissza vertem magam, tiszta kékzöld vagyok, hogy próbáltunk tőle menekülni. Az üzletvezető észlelte az esetet, ezért rákiabált a nőre, aki ezt követően bement a kiszolgáló pult mögé, és kergetni kezdte a két dolgozót. Annyira, hogy ugye az ott volt, és akkor én ezt elé fordítottam, és kérdeztem, hogy mondjad már, hogy mi bajod van, vagy miért bántod bennünket. Nem szólt a semmit, fogta egy félrelökte, és jött utánunk, és gyere csak ide, csak ezt hajtotta mindig. Csak akkor még nem tudtuk, hogy most mind a kettőnk ellen támad, vagy csak húgolmatok, vagy ki mit akar, egyszerűen nem tudtuk elképzelni, hogy mi baja van. És úgy utólag, amikor már ugye az ember nagyjából nyugszik meg, akkor úgy végig megy benne, hogy el volt borulva az elméje biztos. Az akadályként útjába borított állvány sem állította meg a támadót, ezért kimenekült előle az üzletből. Az eladő egyenesen a rendőrös irányába rohant, nyomában az asszony a késsel a kezében. Itt kijöttem a lépcsőn, ugye leszaladtunk, itt a busz megálló mögött végig a kínai, mögött teljesen végig szaladtam át a másik oldalra, és ott van ugye a rendőrség, ott már láttam, hogy ott a rendőrautó, mondom, hátra szerencsém van, hogy ott vannak a rendőrök, és tényleg annyiból szerencsém volt, hogy kint volt a rendőr, telefonált éppen, és ismerem név szerint, úgyhogy ott már kiabáltam neki, hogy gyere, segítsél, mert itt jön utána késsel. Az épület előtt éppen kint tartózkodott az egyik körzeti megbízott, aki beengedte az ős udvarára a felé menekülő, segítségért kiabáló bolti alkalmazottat, majd felszólította az őt követő nőt, hogy dobja el a kést. A felszólításnak azonnal eleget tett a jogsértő, akit a rendőrök elfogtak, előállítottak és gyanúsítottként kihallgattak. A karcagi rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a kunmadarasi lakos ellen.